A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 16. alkalommal fordultak a város óvodásaihoz, iskolásaihoz, hogy készítsenek rajzokat a karácsonyról. A Hópihe Karácsony elnevezésű rajzpályázat eredményhirdetése december 7-én történt meg a Kovács Pál Művelődési Központ kistermében, ahol egyúttal bemutatták az összes gyermekrajzot, ami a szolgálat címére érkezett. Sok éve kapnak már meghívást erre az eseményre a Phoenix Televízió munkatársai. Bár a kiállítás helyszíne változott az utóbbi néhány évben, a számtalan gyermekrajz mindig színes plakátként borítja be a falakat, és teremt jóleső karácsonyi hangulatot. A 16 év alatt alig változott a pályázati felhívás, óvodások, kisiskolások készítsenek rajzokat tetszőleges technikával arról, milyen emlékeik, vagy éppen milyen álmaik vannak a karácsonyról. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik munkatársa, Fenyőné Bulátkó Irma köszöntötte a vendégeket, vagyis a gyerekeket, szülőket, pedagógusokat, akik eljöttek, hogy együtt örüljenek a sikernek. Elhangzott a pályázat néhány adata. 62 óvodás és 69 kisiskolás készített rajzot a felhívásra. A zsűrizést a szolgálat dolgozói végezték, és azt a 6 alkotót hívták meg az eredményhirdetésre, akinek rajzát a legszebbnek találták. Nincs első helyezett a jelenlévők között, ők mindannyian elismerést, ajándékot kapnak. A csomagban kreativitást fejlesztő eszközök vannak, és a szervezők remélik, hogy egy év múlva is készülnek majd ilyen szép rajzok. A bevezető után a jutalmak átadása következett. A legszebb rajzokat Balázs Boglárka, Tóth Zoltán, Feri Enikő, Drén Nóra, Pocók Liliana és Tóth Zita Lilla készítette. A kis ünnepség egyúttal a kiállítás megnyitója is volt, tehát lehetett nézelődni a teremben. Mivel a pályázati kiírás szerint tetszőlegesen lehetett technikát választani, ezért sokféle rajzot láttunk. A hagyományos színes ceruzával és festékkel készített munkák mellett a ragasztással, applikálással készített képek voltak a legérdekesebbek, hiszen ezek már 3 dimenzióban voltak érzékelhetők. A papírrátétek mellett láttunk másféle anyagokat is. Több olyan rajzot is készítettek a gyerekek, ahol a lap egy vékony alumínium lemez volt, ahol a képet valójában nem a szín, hanem a ceruza hegye hozta létre. A rajzokon elsősorban karácsonyfákat, és körülötte a család tagjait láttuk. Néhány képen a legfontosabb dolog a sokféle becsomagolt doboz volt, ami természetesen az ajándékot rejti. Egy különlegességet fedeztünk fel a gyerekek alkotásain. Ezúttal számtalan csillag és hópehely díszítette a képeket, ugyanis a minden óvodában megtalálható formalyukasztóval egészen egyszerűen lehet apró, szép formájú mintákat készíteni. Nem irigyeljük azokat, akik a legszebb képeket keresgélték, válogatták, mert rengeteg szép rajz készült a pályázatra. A Hópihe Karácsony rajzkiállítást az érdeklődők december 12-ig tekinthetik meg, a Kovács Pál Művelődési Központ kistermében.